Kedves szurkolóink, egy új rovattal jelentkezünk itt a Facebook csoportunkban és a YouTube csatornánkon is. 5 kérdést fogunk feltenni, amelyekre a játékosaink fognak egymás után majd válaszolni. Reméljük mindenkinek tetszik. Elsőként Mikita Bence, csapatunk irányítója nyilatkozik. Nyíregyházán ismerkedtem meg a kézilabdával, harmadik osztályos voltam, amikor elkezdtem. Ugye ott az általános iskolában kézilabda és röplabda volt, és én sportosztályba jártam, és a kézilabda eléggé szimpatikus volt, és így választottam. Az ifjúsági Európa-bajnokságon szerepeltünk, és ott második helyezést értünk el, és hála jó Istennek annak a csapatnak a részese lehettem, talán ez lenne a legnagyobb. Hát elsősorban az, hogy mindenképp szerettem volna minél több játék lehetőséget kapni, és úgy éreztem, hogy itt ez akár adott lehet. Valamint eléggé szimpatikus volt a klub, mert én már úgy nagyjából úgy tudtam, hogy mi van itt, mert még amikor a Kézilabda Akadémián játszottam, akkor a Dabas még akkor NB1-B-s volt, és játszottunk ellenük, és eléggé szimpatikus volt. Én nagyon szeretek hazamenni a családomhoz, Balatonszárszón élünk, és hát nagyon nagy állatbarátok vagyunk, és van két kutyánk, és nekem a legnagyobb kikapcsolódásom az, hogyha velük elmehetek akár a Balatonpartra sétálni egyet, ez ennél nagyobb kikapcsolódás számomra nincsen. Én csapatszinten úgy gondolom, hogy ha egy nagyon erős középmezőny és csapattá válunk, akkor az nagyon jó lehet, és minél több pontot szerezni, jó játékkal előrukkolni, akár a hazai közönség előtt, akár hogyha utazunk. Személy szerint pedig szeretnék minél több játék lehetőséget kapni, ezzel élni, és a csapat hasznára válni, és segíteni a csapatot. Hajrá, Dabas!